első fokon, amikor azt mondták neked, hogy két év, négy hónap. Szerintem kibírtad volna. Nem tudom én se. Hát de végül 5 hónapot kellett csak. 10 hónap volt felezés kedvezménnyel, igen. Na, és ez börtönfokozat volt? Ez nagyon érdekes, igen. Ugye úgy van, hogy fogház, börtön, fegyház. Ezek a súlyossági sorrendek. És te mit kaptál? Börtön? Én börtönt kaptam. Hány nap után volt az első őszinte mosoly az arcodon? Vagy nem volt? Az 5 hónap. Az első mosoly az szerintem a második nap, amikor beállhattam a hatus alá bent. Az elmondhatatlan élmény volt. Azt szerintem amíg élet nem fogom elfelejteni azt. Egyedül voltam a tusolóban, és ott csak csobogott a fejemre a víz. És már tudtam, hogy már bent vagyok, már tudtam, hogy elkezdtem, már tudtam, hogy tisztessége végig fogom csinálni, és valahogy az egy olyan, akkor nyugodtam meg. Mondjuk az első éjszaka az nagyon vicces volt. Hát úgy értem a viccest, majd mindjárt érted. Ugye bementem, és úgy vittek be, hogy teljesen ki volt ürítve az a része, ott nagyon vigyáztak rám. Tehát amikor mentem be, ott senkivel nem találkoztam. Azzal találkoztam, aki odaadta a ruhát. Miért? Nem tudom, akkor még ilyen óvintézkedés volt velem. De ez egy hét után eltűnt. És bementem, és mondták, hogy ha akarok, akkor kérhetek tévét. 40 centi átmérőjű tévét be lehet vinni. A családtól tudsz kérni? Vagy igen. Tőlük? Hát a BV nem annyira. Nem, a családhoz be neked egy 40 centi átmérőjű tévét. Ez minden rabnak lehetősége van erre. Én megmondtam, hogy nekem nem kell tévé, köszönöm, szépen jelen leszek. Na most az első estén ugye októberben mentem be, és akkor már az is sötétedik elég hamar. És a villanyoltás hiszem 9:30-kor van, vagy 9-kor, nem tudom pontosan már. És akkor lekapcsolták a villanyt, ugye központilag. Na akkor kezdődött az igazi dzsungel. Tehát benn fekszed akkor egyedül voltam, tehát egy hétig egyedül voltam. És csak a börtön zajait hallod, azt, hogy ahogy mint, tényleg olyan, mint a természetfilmekben a hiének, hogy Mari! Üti a rab a fémajtót, annak ilyen dang, dang, dang. Hallod, hogy megy az RTL vagy a TV2 híradó, mondják, hogy Stóll András bevonult a börtönbe. Most itt vagy, hallunk! És így fekszel, és ezeket a hangokat hallgatod. Az elég kemény volt. Másnap telefonáltam, hogy szeretnék egy tévét.